Nemzeti konzultáció Tiszafüreden, világjárók az ifjúsági házban, felkészültek a gyógyszertárak, közünk a program a Vágszalókon. Jó estét kívánok, november 3-a van, 18 óra 5 perc, Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára és Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke tartott lakossági fórumot Tiszafüreden. Több európai országban tartottak mostanában választásokat, többek között Ausztriában, Németországban. Ezek a választási eredmények rendben azt mutatták, hogy a bevándorlás központi téma lett Európában. Nagyon sok helyen tartottak mostanában választásokat, Ausztriában, Németországban, és ezek a választások, az eredmények rendre azt mutatták, hogy a bevándorlás az egy központi téma lett Európában, és a választók súlyosan büntetik azokat a pártokat, amelyek nem hajlandóak tudomást venni a bevándorlás kockázatairól, vagy még éppen elő is segítik azt. A mostani nemzeti konzultáció, amelyet a kormány indított, szintén a bevándorlásról szól, mégpedig a Soros tervről. Azért Soros terv nevet viseli ez a konzultáció, azért a Soros tervről szól, mert ez a milliárdos korábban egy javaslatcsomagot jelentetett meg a bevándorlással kapcsolatban, ezeket a javaslatokat írásba adta, és mi súlyosabb, ezek a javaslatok ihletőleg hatottak az uniós intézményekben, és nagyon sokat átvettek ezek közül. Épp a napokban volt egy szavazás az Európai Parlamentben, amely úgy döntött, hogy be kellene vezetni a kötelező betelepítési kvótát, meg kellene könnyíteni a bevándorlók családegyesítését, és büntetni kellene azokat a tagországokat, akik ebben a programban nem hajlandóak részt venni. Mivel a kormány ezzel nem ért egyet, és azt láttuk, hogy az ellenzéki pártokra ebben a küzdelemben nem nagyon számíthatunk, ezért az állampolgárokhoz fordulunk, és azt szeretnénk, hogyha minél több magyar ember elmondaná a tervekkel kapcsolatos véleményét, és kiállna a kormány álláspontja mellett, ezért kérünk mindenkit arra, hogy vegyen részt a konzultációban. A lakossági fórumokon bemutatjuk a konzultáció pontjait, igyekszünk elmondani, hogy mi is a tét, hogy melyek az alapvető tények, mennyien érkeztek Európába, és mik az uniós intézmények javaslatai ezzel kapcsolatban, azok milyen veszélyeket hordoznak, mi lehet a megoldás, mondta az államtitkár. Végvesszük a konzultáció pontjait, hogy mi is a tét, igyekszünk elmondani azt, hogy melyek az alapvető tények, mennyien érkeztek Európába, mik az uniós intézmények javaslatai ezzel kapcsolatban, azok milyen veszélyeket hordoznak, mi lehet a megoldás. Ha röviden akarom megfogalmazni, akkor azt tudom elmondani, hogy az értelmetlen és veszélyes kvótajavaslatok helyett a határok védelmére kellene összpontosítani. Tehát nem ország az, amelyik nem tudja megvédeni a saját határait. De egyébként sok más téma is felmerül. A megélhetési kérdések joggal foglalkoztatnak minden magyar embert, és ezért is szoktuk elmondani, ahol kérdezik, hogy büszkeségre adhat az okot, hogy az elmúlt időszakban 700 ezer új munkahely jött létre Magyarországon, és a bérek is jó irányba növekednek. Az elmúlt időszakban több mint 10%-os bérnövekedés történt Magyarországon, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne még hova emelni a béreket, még további béremelésekre van szükség, de mégiscsak emelkednek, és ez jó hír. A minimál bér az is jelentősen emelkedett a január 1-ével, és most január 1-ével is emelkedni fog, és azt reméljük, hogy ez a minimál bér emelkedés majd a többi béreket is emelni fogja, a piaci szférában is, és az állami szektorban is folynak a béremelések, úgyhogy ezekről is szívesen beszélünk, hogyha kérdés érkezik. A lakossági fórum házigazdája Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke a televíziónknak azt mondta, hogy az emberek tájékozottak, látják a lényeget, és nem hagyják magukat befolyásolni. Azt veszem észre, hogy nagyon sokan még komoly mélységig tisztában vannak ezzel a problémával, látják a lényegét, figyelik a híreket, figyelik az eseményeket, és biztatnak bennünket arra, hogy ne hagyjuk magunkat, ne hagyjuk ezt a tervet Magyarországon végigvinni, hiszen a magyarságnak történelmi tapasztalata van. Történelmi tapasztalata van
arról, hogyha valakik ideológiák mentén, eszement ideológiák mentén valamit ki akarnak találni, és rá akarják kényszeríteni népekre. Ebből mindig katasztrófa van. A magyarok ezt pontosan látják, pontosan tudják, és biztatnak bennünket arra, hogy ne hagyjuk, Magyarország ne hagyja, a lakosság döntő többsége a magyar kormány, és a magyar kormány álláspontja mellett van, és ezt lépten nyomon meg is erősítik, akár munkahelyen, akár az utcán, akár baráti társaságban is. Én azt látom, hogy a magyar történelmi tapasztalat az, hogy a szabadságot meg kell őrizni, a döntési szabadságot mindenképpen Magyarországon kell tartani, és a magyar emberek pontosan érettek arra és felvilágosultak, hogy el tudják dönteni, hogy kivel szeretnének élni, kivel szeretnék ezt az országot megosztani, és milyen Magyarországot szeretnének a jövőben, milyen Magyarországot szeretnék a gyermekeiknek, unokáiknak. Disznós Imre, eskrima világbajnok volt a Világjárók sorozat vendége az Ifjúsági Házban. Disznós Imre, eskrima világbajnokkal Szabó Péter négy gyermekkönyvtáros beszélgetett a Fülöp-szigeteki utazásáról. Disznós Imre karcagi születésű, Debrecenben élés vállalkozó. Korábban táncolt, majd különböző sportágakat is kipróbált, majd az önvédelem felé fordult az érdeklődése, így jutott el 6-7 éve az eskrimáig. Gyakorlatilag már elég régóta foglalkozom különböző mozgásrendszerekkel, tehát régebben én több évig táncoltam, aztán utána más jellegű sportokat is elkezdtem, és gyakorlatilag gondolkoztam mindig azon, hogy hú, hát valami önvédelmi rendszert is kellene tanulni, és akkor elkezdtem keresgélni, és így jutottam az eszkrimához, ami aztán eléggé megfogott, nem csak a mozgása, hanem maga az edzés légköre és a szellemisége, és itt ragadtam. Ma már karcagon is tart edzéseket, melyre gyerekek, felnőttek egyaránt járnak. Számára ez a sport nagyobb önbizalmat, egy rugalmasabb gondolkodást is adott, mert nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is edzi az embert. Nagyobb önbizalmat, egy más jellegű kiállást az életben, illetve egy rugalmasabb gondolkodást is, hiszen maga a sport az nem csak fizikálisan edzi az embert, hogyha azt jól csinálja valaki, hanem mentálisan is. 2016 volt számára az az év, amikor a magyar csapat tagjaként világbajnokságon volt a Fülöp-szigeteken, és közben megnézhette az ott élők mindennapjait is. A versenyen a magyar csapat 6. lett, Imre pedig 2 bronzérmet szerzett. Ez a 2016-os év volt az, amikor gyakorlatilag lehetőség volt rá, hogy világbajnokságra kimenjünk, illetve ott akkor már az első dan fokozatra is tudjunk vizsgázni, és akkor gyakorlatilag a 2 dolgot kötöttük össze. 9-en mentünk ki összesen, tehát ez gyakorlatilag egy szakmai út volt. Egyrészt továbbképzés, egyrészt világversenyen történő megmérettetés, másrészt pedig a dan fokozatnak a megszerzése. A Fülöp-szigetekről szólva úgy fogalmazott, vannak a szupergazdagok és vannak a mély szegények és a kettő között semmi. Egyik oldalt a nyomornegyed, másik oldalt a csili-vili irodaházak sorakoznak. Az európai ember számára a természeti értékek azonban még érintetlenek, a tengerben több méter mélyen lehet látni. Teljesen érdekes az európai ember számára, hogy tehát a természeti értékek azok még teljesen megvannak. Tehát a tenger például, ahogy kimegyünk, teljesen tiszta, ha több méteres mélységben le lehet látni az aljára, azurkék minden, és tényleg, hogy megmátózunk benne, tehát lehet érezni, hogy semmiféle szennyezés nincs. Tehát teljesen harmonikusan élnek a természettel. Másrészt viszont a nagyvárosokban már ott van a szennyezés, tehát ott is azért a civilizáció eléggé betette a lábát ilyen szempontból. Az ételek közül nem mindent kóstolt meg, mert voltak nagyon bizarr összeállítások. A kintlétük alatt egy ottani filippi mesternek a lakodalmában is részt vehettek a magyar csapat tagjai, mely szintén örökélmény maradt Disznós Imre számára is. 2017. november 1-ével működik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér Magyarországon. A digitális fejlesztés célja az egészségügyi adatbázis összehangolása, a nagyobb ügyfélbiztonság. A legfontosabb tudnivalókról kérdezte híradónk a szakembert.
Az elektronikus recept tulajdonképpen egy eleme egy nagyszabású egészségügyi ágazati fejlesztésnek, egy új fogalommal kell itt megismerkednünk, az EEST-vel, ami az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret jelenti. Az elektronikus recept tulajdonképpen egy eleme egy nagyszabású egészségügyi ágazati fejlesztésnek, tulajdonképpen egy új fogalommal kell itt megismerkedni, az EST-vel, ami az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret jelenti, és ennek a térnek tulajdonképpen, ami a digitalizálásnak egy nagyon fontos lépése lesz Magyarországon, az a célja és feladata, hogy Magyarország valamennyi egészségügyi szolgáltatójának az informatikai adatbázisát, azon adatbázisok működésének autonómiája mellett, de mégis összekapcsolja, egy együttműködést hozzon létre, és tulajdonképpen ezáltal egy sokkal magasabb szintű dokumentációs hátteret lehet megvalósítani, így a dokumentumoknak az archiválása, megőrzése is ebben az elektronikus szolgáltatási térben fog megvalósulni, és tulajdonképpen ezáltal az adatbiztonság mindenképpen magasabb szinten tud megvalósulni, számos dolog gyorsabbá válik, átláthatóbbá válik, úgyhogy az egészségügy szereplői mindenképpen nagyon sokat várnak ettől a rendszertől. A digitális tér 2017. november 1-től működik, igénybevételéhez elektronikus személyigazolványra van szükség, hiszen az egészségügy számos ellátását már most is e-személyigazolvánnyal vehetik igénybe a betegek. A házi orvosnál a receptek felírása tulajdonképpen annyiban fog változni, hogy a recept felírásnál is tulajdonképpen maga a recept felírása az az elektronikus szolgáltatási térbe fog bekerülni, mint adatállomány, és az orvos minden esetben nyomtatni fog egy felírási igazolást. Ez a felírási igazolás fogja tulajdonképpen kiváltani a jelenleg hatályos és szabályos vényeket. Ezzel a felírási igazolással lehet tulajdonképpen eljönni a gyógyszertárba. A felírási igazolás birtokában tulajdonképpen, aki éppen birtokolja, akinél van ez a felírási igazolás, az fogja tudni a recepteket kiváltani. A 2017. november 1-e előtt kiadott hagyományos receptek továbbra is érvényesek, annak kiváltása nem változik, a gyógyszertári asszisztensek fogják azokat a digitális rendszerbe felrögzíteni. Ebben a vonatkozásban a betegeknek semmi tennivalójuk nincsen. Sikeres a közmunkaprogram Abátszalókon, az elért eredményekről Balogh Gyula polgármester számolt be televíziónknak. Abátszalókon 350 fő dolgozik a közmunkaprogramban, ide tartoznak a csapadékvízelvezető programban résztvevők, akik a város árkait tartják karban. A közútprogramban a kátyús utak rendbehozatalára is sor kerül. Kiemelt jelentőséggel bír a Start mintaprogram, ahol mintegy 74 fővel dolgoznak, mezőgazdasági terményeket termesztenek. A közmunkaprogramunkban a Abátszalókon az utóbbi idők egyik legjobb programját sikerült megvalósítani. Csapadékvízelvezető programunk van, ahol a település árkait tartjuk karban, amelyeket a katasztrófa védelem is megvizsgálva azt mondta, hogy teljesen jól működnek, úgyhogy föl vagyunk készülve a térre, esetlegesen a tavaszi, mint az idén is volt, egy tavaszi gyors hóolvadásra. Másik program a közútprogram, ebben javítjuk a kátyú útjainkat addig, amíg a pályázataink esetleg nem érnek be arra, hogy belterületi utakat tudjunk aszfaltborítással teljesen ellátni. Ezeket az utakat próbáljuk karbantartani, erre van egy brigád, aki biztosítja, javítja ezeket az utakat. Van egy csipkeverő csapatunk, rájuk nagyon büszkék vagyunk, csipkeverő programban is dolgoznak öten, akik alkotó munkát végeznek, és a turisták számára, illetve a környékbeli települések számára reprezentatív ajándékként tudják vinni ezeket a csipkéket. Dolgozunk még a Start mintaprogramban, ahol több mint 70 fővel mezőgazdasági növényeket termesztünk, és nyitottunk tavaly egy üzletet, egy boltot, egy ilyen önkormányzati boltot, ebben értékesítjük a lakosság számára.
Olá Zsolt, a Start mintaprogram megbízott vezetője arról számolt be, hogy gondos munka folyik a fúlia sátrakban, ahol többek közt paradicsomot, fűszerpaprikát is termelnek. Két fajta műveléssel foglalkozunk, a fólia és a szabadtéri növények termesztetésével. Van még olyan, hogy mint az energianyár, azt meg ki szoktuk termelni, és gajdarálóval ledaráljuk, és az önkormányzat építését, avval a téli fűtését, avval oldjuk meg. A fóliában szoktunk termelni elsősorban a palánta nevelésről szól, amit utána szabadföldben nevelünk tovább. Termelünk napraforgót, fűszerpaprikát, burgonyát, paprikát, paradicsomot, uborkát, karalábét, zellert. Idén a fűszerpaprikából 56 kg örlemény készülhetett el a tiszaszentimrei paprikaörlőüzem segítségével. A megtermelt javakat saját célokra hasznosítják, illetve kisebb mennyiségbe jut a helyi önkormányzat által üzemeltetett boltba is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra nézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu oldalon. Viszontlátásra!